Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége dr. Nagy Molnár Miklós, a karcagi Györfi Nagykun Múzeumnak az igazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntöm a kedves nézőket és önt is. Karcagról ismert, nem csak itt a környéken, hanem az országban is, hogy nagyon fontos az itt élő emberek számára a hagyományok tisztelete, a hagyományok élése, és illetve a különböző évfordulókra való megemlékezések, amik kötődnek a szűkebb Nagykun hazánkhoz. Az elmúlt időszakban egy igen jeles évfordulóról emlékeztünk meg, a redemcióról. Mielőtt erről beszélgettünk, egy kicsit kalandozzunk vissza a történelembe, és beszélgessünk arról, hogy mit is jelent pontosan ez a redemció, maga a fogalom, illetve mit jelent a kunok, a jászkunok életében, és konkrétan itt a karcagi emberek életében. Igen, ez a redemció szó mutatja, hogy ez egy latin szó, nem véletlen, önmegváltást és megváltozást jelent. Nem véletlenül latin, hiszen a 17.-18. századi közigazgatás nyelve az félig meddig latin volt. Tehát általában akik a jegyzőkönyveket készítették, azoknak volt egyfajta latinos műveltsége, hol kisebb, hol több, ezért néha aztán vannak hibák is a jegyzőkönyvekben. De egy ilyen nagy fogalom, mint redemció, amit természetesen ezen a vidéken talán már természetes, hogy mindenki tudja, országszerten azért még most már talán jobban ismerik, de ugye, amikor még én voltam gyerektörténelemből, nem is tanultunk, fogalmam se volt, hogy van egy ilyen szó, illetve hogy mit is jelent ez a redemció. Hát ugye vissza kell mennünk egészen a 17. századba, illetve a török korba, amikor ugye az egész Alföld, ez a terület elpusztásodott, ugye az oszmán birodalom, az oszmán hordák, azok végig raboltak mindent. Bár ugye vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy nem csak raboltak, nem csak pusztítottak, hanem építettek is. Én inkább azt mondanám, hogy nagyon kevés olyan dolog van. Jó a fürdő például, a fürdőkultúrán kialakulása, de azért tulajdonképpen az Alföld pusztásodása akkor következett be, hiszen a mai Kiskunság területe teljesen kiürült. Tehát amikor a török kiűzése megkezdődött a 150 év után, a Habsburg birodalom, hiszen akkor ugye Magyarország nem önálló állam volt, a Habsburg seregek segítségével ugye kiűzték a törököket, és ez óriási pénzbe került. Egy háború mindig sok pénzbe került, sajnos ezt a mai napok is mutatják, a mai aktualitások is mutatják. És ugye kiürült a kassa, az államkassa, és ezért úgy döntöttek a kancellárián, a kamarában, hogy na, akkor pénzt kell valahonnan szerezni. És hát ugye Európában sem volt könnyű akkor sem kölcsönözni, hát akkor elküldték Pencz Jánost, hogy mérje fel a területet, hogy milyen területről is van szó. Ez 1699-ben meg is történt, és akkor ez a jó ember eljött, de hát ugye osztrák lévén fogalma se volt, hogy hol jár, és egy mocsaras vidéken találta magát. Itt persze mindenki elmenekült a mocsárba településekről, hiszen egyrészt a törökök betörtek, másrészt a végvári vitézek sarcolták a területeket. Ezért ugye a lakosok nagy része, aki megmaradt, az elmenekült. Több település egyébként akkor pusztult el, azoknak már ugye csak határnevek őrzik az emlékét itt Karcag határában is. De azért sokan megmaradtak, és amikor ez a Pencz fölmérte a területet, megállapított, hogy ez egy üres terület, ezt el lehet adni, vagy el lehet zálogosítani. És persze utána majd visszaszivárogtak az emberek, mikor véget ért az egész, tehát ezért akkor alakult ki Karcag is ilyen nagy határú várossá, és azért alakult ki akkor is a hat település. A Kiskunságban pedig akkor újra települtek, hiszen a jászságból néhány jász településnek volt, például Kiskun félegyháza nem is létezett akkor, hanem a jászapáti legelő területe volt, és ők telepítették újra Kiskun félegyházát. Tehát akkor ugye eladták a területet Lipót császárunk, aki a végvárakat is felrobbantotta, tehát sok jót köszönhetünk neki. Ő 1702-ben
elzálogosította, eladta a területet, pontosan hát pűbéruraságba adta a német lovagrendnek. A német lovagrend ezáltal földesúri jogokat kapott, és a területen élő addig szabad jászok és kunok, mert ugye szabad életet megkapták, a szabadságjogokat még megkapták a betelepülésekkor, és ezt addig minden király szabatolta nekik. Ezt elvesztették egy tolvonással, és tulajdonképpen jobbágyokká váltak. Na most természetesen azért a jászok és kunok nehezemben nem törődtek bele sem, az elején sem, tehát a német lovagrend nem tudta a földesúri jogait érvényesíteni, úgyhogy meg is szabadult később tőle, tehát eladta a Pesti Invalidus Háznak, akik szintén nem tudták érvényesíteni jogaikat, tehát tulajdonképpen jogilag volt földesura a területnek, de gyakorlatilag nem volt földesura. Viszont a szabadságjogok eltűntek, tehát nem lehetett olyan egyszerűen menni, tehát ugye a jobbágy nem költözködhetett egyik településről a másikra, és hát 40 éven keresztül tartott egy küzdelem, ugye 1745-ben akkor lett a vége, a jászok, a kiskunságiak és a nagykunság összefogott, a hármas kerület. Ekkor alakult ki az a szigorú öntudat, ami ma is jellemzi mind a három területet. Mert ugye meg kellett határozni magukat, hogy ez a három kerület miben különbözik a többitől. Miért nem jobbágyi terület, és miért nem kerülhet földesúri függés alá. Tehát ezt mindenki utána járt a történelembe, amúgy is akkor is olyan hagyományokat tisztelték, hiszen hetedízig nem mindenki tudta az őseit, hogy kikinek a kie. Bocsánat. És ez a három terület, ez a jászkunok, kiskunok, nagykunok? Ez a jászság, kiskunság és a nagykunság. Igen. Ez a hármas kerület, ez egy részt alkotott akkor, amikor már ugye 1745-be kerültünk. Tehát tulajdonképpen ugye Varrótól kezdve az illési kapitányokig mindenki küzdött, és akkor volt az a dolog ugyanúgy, mint amikor a nagy templom építése volt, hogy tekenős békát gyűjtöttünk, mert vittük föl, mert ugye a kocsikereket is meg kell kenni. És ugye a fönt az oszták kamarában nagyon szerették a teknős békalevest. Nem az alföldiek ették. És ezzel jártak kedvükbe, itt a mocsárból össze lehetett szedni, ezzel jártak kedvükbe, és akkor egy kicsit úgy, hát akkor lobbiztak, hogy most a mai szóval beszéljünk. Ez volt a lobby ára. És tulajdonképpen akkor eljutottunk oda, hogy akkor Mária Terézia nagykegyesen elfogadta ezt az egész küzdelmet, és az eredetileg 500 ezer rajnai forintot megegyeztek egymással, hogy 535 ezer forintot kell visszafizetni a három területnek. Ezt akkor a hármas kerület összefogott, hiszen minden kerületnek meg volt a maga kapitánya, azok összefogták a területeket, összefogtak és szétosztották lakosságszám szerint a három kerületbe, és a hármas kerületben, egyet kerületben pedig településenként osztották szét ezt az összeget. És minden lakos adott bele pénzt, és aki adott bele, az lett a redemptus. Aki nem tudott beleadni, de mellette volt, azok az irredentusok lettek. Tehát akik kunoknak vallották magukat, illetve jászoknak, de nem vettek részt, vagy csak csekély mértékben a redemcióban. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket!